Az emberekkel van hitetve az, hogy rosszak a vezetők, le kell cserélni őket, meg kell büntetni őket. Másokra van szükség, más vezetőkre, más polgármesterekre, más miniszterekre és más miniszterelnökre van szükség. De ez hazugság. Ez hazugság. Úgy gondolja az ember, hogyha más ember vezetni az országot, ha valaki más lenne a miniszterelnök, hogyha valaki más lenne az elnök, akkor sokkal jobb volna a nemzet sorsa, az ország sorsa, de ez hazugság. Aki ismeri valamennyire a Bibliát, az tudja, hogy Pál apostol arról ír, hogy a törvény, az ország törvényei, a város rendelései, a város törvényei, kikért van? A törvény szegőkért, akik utálják a törvényt, úgymond. Akik amúgy is törvénytelenek, ugye? Felsorolja a Timóteushoz írt első levelében, az első fejezetben, az ötödik bekezdéstől Pál apostol felsorolja, hogy kikért van a törvény. Mert hogy amikor az emberek lázadnak, fellázadnak a városvezetés ellen, akár az országvezetés ellen, tüntetnek, kimennek tüntetni és háborogni, forradalmat szítanak, akkor ők azért teszik ezt, mert elégedetlenek azzal, amit ők ottan csinálnak. Elégedetlenek a törvénykezéssel. Drága hallgató, fontos megtudnunk, fontos tudomásul vennünk, hogy kezdetben ez nem így volt. Nem volt szükség törvényre. Hogyha Pál apostol által azt mondja a lélek, hogy a törvény tiprókért van, a törvény szegőkért van, akkor teljesen egyértelmű, hogy korábban nem volt szükség semmilyen féle írott törvényre. Tehát a törvény azokért van, akik úgymond törvénytelenül akarnak élni amúgy is, akik eltávolodtak az élet törvényétől, az élet rendjétől. És többször beszéltünk arról, hogy minél kevesebb a bölcsesség egy közösségben, egy településen, egy városban, egy országban, annál több a törvény. Valósággal burjánzik a törvény. És sajnos, sajnálatos módon az történik, hogy minél több a törvény, annál több a buta ember. Minél több a buta ember, annál több a törvény. E két dolog kölcsönösen gerjesztik egymást. Tehát minél több törvényre, minél több rendeletre van szükség egy településen, egy országban, annál több a, mondjam azt, a bölcsesség nélkül való ember, amit bátran lehet úgy mondani, hogy istentelen ember. Mert az istentelen ember, akinek a szívéből hiányzik a teremtés rendje, az élet rendje. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, amit az előbb mondtam, hogy a két dolog kölcsönösen gerjesztik egymást. Tehát picit ez olyan tyúk és a tojás kérdés, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a törvény volt előbb, vagy pedig a buta ember. Viszont nem is az a fontos, hanem inkább az a fontos, hogy észrevegyük, hogy minél kevésbé vágyik az ember a bölcsességre, az élet ismeretére, annál több a törvény, és minél több a törvény, annál több a buta ember. Annál több az elgépiesedett ember, ugye, mert minél több a törvény egy országban, egy nemzetnek minél több törvénye van, annál gépiesebb az a nemzet, és külső törvényeket próbál betartani, ahelyett, hogy megismerné az élet rendjének a belső törvényeit, ami bele van írva már a teremtés kezdete óta minden emberi szívbe. Ezt hívjuk úgy, hogy lelkiismeret, avagy lélekismeret. Tehát akkor a kérdés az, hogy mit lehet tenni a rossz vezetőkkel szemben, a rossz vezetők ellen. Természetesen az a kérdés nonsense, tehát egyértelmű, hogy a rossz vezetők ellen semmit nem kell tenni. Viszont a rossz vezetőkkel szemben lehet valamit tenni. És mit lehet tenni, kedves hallgatók? Teljesen egyértelmű. Azt lehet tenni, hogy az ember, a közösség, a családok,
A férfiak és a nők és a gyermekek kezdenek vágyakozni a bölcsességre, mert ott, ahol jelen van Isten, avagy az életnek a rendje, a Krisztus, maga az ige, az igesség, az igazság, ott nincsen szükség törvényre. Ott nincs szükség törvényre. Mert Pál apostol is egyértelműen kijelenti, hogy a törvény azokért van, akik amúgy is törvénytelenek. Én fel is olvasom azt a részt, ahol Pál erről beszél, de még egyszer hangsúlyoznám a lényeget, hogy akinek csak eddig volt türelme hallgatni ezt a felvételt, vegye tudomásul azt, hogy a megoldás a rossz vezetőkre, a rossz polgármesterekre, a rossz miniszterekre, a rossz képviselőkre és a rossz elnökökre az, hogy a nép kezdi vágyakozni az igazságot, kezd vágyni az igazságra. És azok, akik ismerik azt, annak bármelyik részét, bármelyik aspektusát, kinyilvánítják azt, megmutatják azt, úgymond tanúságot tesznek arról. Mert ahogy megvan írva, ugye, a hit ugye, az életismeret, az Isten ismeret hallásból terjed. És a hallás viszont, ugye, ahogy ír a Pál apostol, a Krisztusnak a tanítása által van, amit a legtöbb ember a kereszténységen belül nem ismer. Az emberek mennek templomba, misére, gyülekezetben, de viszont nem ismerik személyesen Jézus tanítását, ami által lehetne bölcsességük, ugye? Tehát a bölcsességnek a megnövelésével, az ismeretnek a növelésével, ugye, az a mindenhatóval szembeni alázat növekedésével csökkenhetne úgymond a probléma. Kevesebb törvényre lenne szükség, és kevesebb úgymond rossz vezetőre, rossz polgármesterre és rossz elnökre lenne szükség. Azt mondja Pál apostol az 5. bekezdéstől a Timóteusnak írt első levelének az első részében, hogy a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Tehát egyértelműen elmondja, hogy ha van szeretet, ugye, a szer, mely etet, a szerben benne van a bölcsesség. Ugye a szívnek a bölcsességében szeretet van, és fordítva, a bölcsességben benne van a szeretet. Tehát azt mondja, hogy ha volna bennünk szeretet, igaz szeretet, mert Jézus azt mondta, hogy cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Mert ez a törvény és a próféták, ebben benne van minden. Hogy szeresd a mindenható Istent, az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel, minden erőddel. És szeresd úgy embertársadat, mint saját magadat. Ebben benne van minden törvény. Akkor nem kell törvényeket leírni, és azokat kiüvöltözni az utcán. Nincsen szükség arra. Tehát ahol van bölcsesség, ahol a két alaptörvényt az emberek betartják, ahogy szeretik Istent, és szeretik egymást, ott nincsen szükség semmilyen törvényre, semmilyen rendeletre, nem kell folyton bővíteni a törvénykönyvet, ugye a paragrafusokat. Azt mondja, hogy a parancsolatnak vége, a törvénynek a vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. És most jól figyeljetek! Kik törvénytanítók akarván lenni, akik a törvényt akarják tanítani, és folyton a törvényekről beszélnek, milyenek ők Pál szerint? Ugye a lélek szerint, mert ugye Pálban milyen lélek volt? Tehát nyugodtan mondhatnám azt is, hogy Jézus szerint. Mert ugyanaz a lélek volt Pálban is, aki Jézusban egyébként, ugye? És azt mondja az a lélek, Istennek a lelke, hogy kik törvénytanítók akartak lenni, de nem értik sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek. Az az érdekes, hogy a törvénynek a tanítói nem értik a lényeget. Ők tanítják azt, és üvöltözik, és követelik azt, kényszerítik azt az emberekre, de nem értik, hogy az miből fakad, annak mi a lényege, hogy milyen lélek van amögött. Tehát a törvényt ismerik, de Istent nem ismerik. Mint ahogy szintén ugye Pál apostol mondja, hogy akik túl sokat foglalkoznak Mózessel, visszamennek Mózeshez, a törvényekhez, lepel barul az ő szemükre.
lepel, barul, az megvakulnak, szó szerint megvakulnak. Tehát a törvényt az böngészik, és számon kérik egymáson, és törvénykeznek, és ítélkeznek, de viszont az igazságot, ami nem más, mint a szeretet, ami nem más, mint a Jézus Krisztus, amit ő nekünk megmutatott, őt nem ismerik, csak agyban ők tudnak valamit, de törvénykeznek, de viszont mégis vakok, mert a lényeget nem látják. És ahogy mondja Jézus, elhordozhatatlan súlyokat tesznek az emberekre, amiket ők maguk sem tartanak be mellesleg. Tehát azt mondja, hogy törvénytanítók akarván lenni, nem értik sem, amiket beszélnek, sem, amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van. Tehát ne aggódj, te azon aggódj inkább, hogy te igazságos vagy-e, te igazságban vagy-e. Te ne amiatt aggódj, hogy a polgármesterrel mi a helyzet, vagy az elnökkel, a miniszterelnökkel mi a helyzet, a képviselővel mi a helyzet. Ne amiatt aggódj, hanem amiatt aggódj, hogy te igazságban jársz-e. Mert ha igazságban jársz, akkor nem sújt rád a törvény. És mellesleg a törvénytelennek szüksége van a törvényre. Tehát ki vagyok én, hogy azt követeljem, hogy a törvényt eltörüljék, a törvényt megváltoztassák. Hogyha arra a törvényre bizonyos embereknek szükségük van, hogy észrevegyék, hogy istentelenségben vannak, ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy már pedig erre a törvényre nincsen szükség, és változtassák meg, és húzzák ki, és írják át. Én ilyet nem mondhatok, mert sajnos a tudatlanság, az istentelenség követeli a törvényt. A tudatlanság, az istentelenség követeli a törvényt úgy Magyarországon, mint Romániában, mint az egész világon. Tehát a legnagyobb baj nem a vezetőkkel van. Tudom, hogy baj van velük. Tudom, hogy bajban vannak ők maguk. Annál is inkább, hogy csak egy ilyen szerepet tudnak betölteni. Mert azt mondja Jézus, hogy szükséges legyenek ilyen dolgok, ugye ilyen törvénykezések, botránkozások, meg minden. De jaj annak, aki által lesznek. Jaj a miniszterelnököknek. Jaj a minisztereknek. Jaj a törvénykezőknek. Azt mondja, hogy imádkozz értük. Imádkozz értük, mert ők óriási bajban vannak már most is, annélkül, hogy gyűlölnéd őket. Tehát azt mondja a lélek, Istennek a lelke, azt mondja, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért. A törvénytaposóknak hozzák létre, és állandóan szaborítják a törvényeket a törvénykönyvben. A törvény emberei, akikről azt mondja lélek, hogy nem értik, miről beszélnek. Ők csak csinálják, de nem értik. Ők nem tudják, hogy miért törvénykeznek. Ők nem tudják, hogy miért szaporítják a törvényeket. Tehát ők is a törvény alatt vannak. Ők is a törvény átka alatt vannak. Mert Pál erről is beszél. Istennek a lelke erről is beszél nekünk. Hogy a törvény átok, amikor az kívülről van rá nyomva az emberre, az átok, mindenkinek átok. Amikor azt mondták, hogy maszkba kell járni, mindenki maszkban járt. Hiába, hogy nagy arca volt az embernek, nagyon sok embernek óriási arca volt, de senkinek sem volt akkora arca, hogy ne kelljen feltegye a maszkot. Hogy lehetséges ez? Ugye, hogy a törvény átok? Ugye, hogy az Orbán Viktor is felkelti el maszkot? Ugye, hogy a pápa is felkelti el maszkot? Mert a törvény rá kényszerítette őket, hogy maszkban legyenek, hogy ezáltal is tanúságot tegyenek arról, hogy ők rabok és ők szolgák. A törvény törvénynek a rabjai, nem hogy szolgái, hanem a rabjai. Ugye? És ők követelik a törvényt, ennek a betartását az emberek tőle. De viszont, mit mond a lélek? Azt mondja, hogy a törvény taposókért van, nem az igazakért, nem az igazságosokért. Tehát akkor az én dolgom nem az, hogy én akkor gyűlöljem a polgármestert, úgy igazából még a vallási vezetőket sem kell gyűlöljem, mert ők is rabok. Ők is gyűlölik magukat eléggé, nincsen szükségük arra, hogy én például ugye többször beszéltem Bőtéről, én őt nem gyűlölhetem, nekem az rosszul esik, amit ő csinál. Nekem az fáj, hogy ő nem látja, hogy milyen urat szolgál.
Nekem ez fájdalmas, de őt nem gyűlölhetem, sőt, fohászkodnom kell érte, hogy az Úristen megmutassa neki, hogy ő milyen hatalmat szolgál. Amikor az oltást propagálja, amikor a maszkot propagálja, és amikor az igazság helyett a törvényt hirdeti, a lenti törvényeket, az emberi tekintélyeknek a törvényeit hirdeti, ahelyett, hogy azt hirdetné, amivel ő megbizatott, az evangéliumot. Jézus evangéliumát. Tehát ugye a lélek azt mondja, hogy a törvény nem az igazakért van, ezt ne felejtsd el, ezt jó jegyezd meg, hogy a törvény nem az igazakért van. Ha te igazságban vagy, akkor te nem kell aggódj a törvény miatt, hogy milyen törvényt hoztak Magyarországon, New Yorkban, vagy mit tudom én melyik államban. Te amiatt nem kell aggódj, te legyél igazságban, emiatt aggódj, hogy te és a te házad népe, a te családod legyen igazságban. Ez az, amit te tehetsz, ez a maximum, amit tehetsz. Nem az, hogy kimész ottan hőbörögni, meg köpködni, meg tüntetni a hősök terére, hogy hagyják abba, csinálják, meg csinálják. Hát érted van, nem érted? Az istentelen, a tudatlan emberért van a törvény. Tehát következésképp a törvényt úgy lehet, a törvénynek az átkát úgy lehet eltörölni, hogyha a tudatlanságot semlegesíted, de mivel? Az igazi tudással, az igazi bölcsességgel, amely kinyilvánítatott Jézus Krisztus által, az ő élete tanítása által, az ő szavai tanítása által, amit nem ismersz. A legtöbb ember az legelemibb tanítást nem ismeri. Személyesen nem ismerte meg csak azt, amit a templomban hallott. És háborog az ő elméje, és az ő teje minden porcikája, hogy ilyen törvény is, a Covid így, maszk. Miért háborogsz? Miért nem törekedtél inkább a bölcsességre? Miért nem törekedtél inkább a szeretetre? Miért nem törekedtél az Isten szavának és a kijelentésének a megismerésére? Miért nem törekedtél a Jézus Krisztusnak a megismerésére, hogy ne legyél átok alatt, ne legyél a törvény átka alatt, mert a törvény az átok. A törvény átok. Mert a törvény kívülről nyomja az embert, mint a prés, a tudatlan és istentelen embert, mint a prés. És akkor itt ugye Pál apostol felsorolja, hogy tudván azt, hogy a törvény nem az igazért, hanem a törvénytaposókért, és engedetlenekért, az istentelenekért, és bűnösökért, a latrokért, és fertelmesekért, és az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugókért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb, csak az egészséges tudománnyal ellenkezik. Tehát egy szóval ugye az igazságot nem ismerőkért van a törvény, a tudatlanokért, akik ragaszkodnak a tudatlansághoz, akik ragaszkodnak a saját tudásukhoz, akik ragaszkodnak az emberi tudományokhoz, és az Isten szerint való tudományt megvetik, és elvetik. Értük van a törvény. Úgyhogy ne tüntess, ha tüntetsz, az annak a bizonyítéka, hogy te is tudatlan vagy. Ha tüntetsz, az annak a bizonyítéka, hogy te is tudatlan vagy. Tudom, hogy fájdalmas szavak ezek, tudom, hogy megbotránkozható szavak, tudom, hogy kellemetlen és kényelmetlen szavak. De hogyha tüntetsz és ha lázadsz, az azt jelenti, hogy te is tudatlan és istentelen vagy. Mert nem ismerted meg az Istennek az alaptörvényét, amit Jézus megmutatott az ő élete árán. Tehát hangsúlyozom, ismétlem, mindenki, tehát az, hogy valaki tüntet és lázad, az annak a bizonyítéka, hogy ő istentelenségben van, tudatlanságban van, hamis tudásban. A tudatlanságnál rosszabb a hamis tudás. Az emberi tudás, a babonák tudása, a New Age tudása, az ezotéria tudása, a vallások tudása, az élő tudás helyett. Tehát, hogyha valaki tüntet és lázad, az annak a bizonyítéka, hogy ő istentelen, tudatlanságban van. Mert ha nem volnál tudatlanságban,
Ha nem volnál istentelenségben, akkor tudnád azt, hogy a törvény nem érted van. A törvény nem neked szól, hanem a törvényteleneknek, az istenteleneknek, az igazságot nem ismerőknek. Hát akkor miért lázadsz? Miért lázadsz és miért tüntetsz? Ez a kérdés. Miért lázadsz és miért tüntetsz? Ugye milyen kellemetlen szavak ezek? Ugye milyen kényelmetlen ilyent hallani? Ugye, hogy sokkal jobb azt gondolni, hogy ez a srác megbolondult, mint hogy azt gondolt, hogy te, lehet, hogy van igazság abban, amit mond. Hogy a törvény a rosszabbnál rosszabb törvények, a gonoszabbnál gonoszabb törvények kikért vannak? Az istentelenekért. Az igazságot nem ismerőkért vannak azok a törvények. Tehát, ha te igaz vagy, akkor te nem kell tüntes. A te dolgod az, mint igaz embernek, hogy világíts. A te dolgod az, hogy világíts, és nincsen semmi más dolgod. Mert a te világosságod által mások is eljuthatnak az igazság ismeretére. És minél többen eljutnak az igazság ismeretére egy városban, egy településen, egy országban, annál kevesebb idióta törvényre van szükség. Annál kevesebb robot ember lesz az országban, a nemzetben. Magyar, te székely, te román, és te bárki, aki ezt hallott, ne tüntess az Isten szerelmére, nincs értelme tüntetni. Keresd a valódi élő bölcsességet. Először fohászkodj, hogy az Úristen kinyilvánítsa a számodra. Mert hogyha kinyilvánította, akkor megtehetsz világossággal, és már nem akarsz tüntetni, nem akarsz lázadni, hanem azt kívánod, hogy az örökön való igazság világítson benned. Hogy aki rád néz, megkívánja azt, és ő is szabaddá váljon. Mert aki az igazságot nem ismeri, hol van ő? A törvény átka alatt. Mert azt mondja a lélek, hogy a törvény átok. Amikor egy ember gép módjára kell viselkedjen, és járjon és kelljen ebben a világban, törvények szerint ő már robot. Tehát ez törvény, ugye? És átok. Törvény és átok mindenki számára. És mit mond ugye a lélek a törvény tanítókról, a törvény hirdetőkről, a törvény embereiről? Hogy nem tudják, miről beszélnek. Ők ki vannak, ők is szolgáltatva annak, a törvény átka alatt vannak, ők is maszkot viselnek, ők is oltatnak, ők is a rendszernek a rabjai. Tehát ugye látjuk azt, hogy bármelyre is kellemetlen a maszk viselése, meg minden más törvénykezés, látjuk azt, hogy az előjáróknak, egészen fel a pápáig, mindenkinek kötelessége viselni a maszkot. A törvény átka alatt vannak, nem ismervén az igazságot, nem ismervén az élő Istent, a Krisztust. Mindenki a törvény átka alatt van. Egy szó, mint száz. Ha zavar a törvény, ha zavarnak a rossz vezetők, a rossz polgármester, a rossz képviselők, a rossz miniszterek, a rossz elnökök és a rossz miniszterelnökök és a rossz vallási vezetők, csak egy dolgot tehetsz, és az nem a tüntetés és nem az lázadás, hanem az igazság megismerése, az alázat és a szelídség, mert az alázatos szívűek és a szelídek ismerték meg az igazságot Jézus szerint. És aki megismert az igazságot, az már nincs a törvény átka alatt. Hanem világosságban jár, az élet világosságában jár, és világosságot ad, annak a településnek, ahol ő van, annak a közegnek, ahol ő van. És így azon a településen nem a diktatúra, nem a törvénynek az önkény uralma fog növekedni, hanem Isten dicsősége, a világosság, ami egy szóban a szeretet, egy más szóban a Krisztus Jézus, és megint más szóban az ő tanítása, az ő evangéliuma. Úgyhogy a választás, hogy igazából két dolog között van ugye mindenki számára a törvénynek az átka, a törvénynek az elnyomó és eltipró átka, vagy pedig az igazság, avagy a Krisztus szabadsága. Úgyhogy lehet választani. Isten adjon minden kedves hallgatónak jó sok bölcsességet, alázatot és szerítséget, hogy megértse a lényeget, hogy tudjon bölcsen választani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!